Jó mentős hagyja, hogy az idő dolgozzon helyette. Bodzsár Márk művével, az Isteni műszak című fekete komédiával indították a programot. Ugyanaznap láthatta a közönség az első nagyjátékfilmes Reisz Gábor munkáját, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmet is a Párhuzamok és ütközések ciklus keretében. A film a mai magyar fiatalokról szól, és egy generációs problémára világít rá. El fogok utazni Portugáliába, Lisszabonba egyedül. És mit akarsz kint csinálni? Semmi. Nagyon sokan el akarják hagyni az országot, a szülőkről való leválás nehézsége, ami egyre inkább kitolódik korban, amikor az ember elvégez egy haszontalan egyetemet, és semmiféle munka lehetősége nincsen. Tehát nagyon sok ilyen témát ragad meg a film, és igaziból ez volt a cél. Ferencik Áron rendező lesz, de ebben a filmben ő alakítja a főszerepet. Két napja van Palicson, és nagyon jól érzi magát. Fantasztikus. Az a benyomásom. Ilyen, tudjátok, szoktak lenni ilyen nagynak akaró tűnő fesztiválokon, ez az ilyen műmájárkedés, meg ez a vagánykodás, és ez nincs itt, hanem ilyen szép fű van, meg jó ez a levegő, meg van egy koszos tó, az nagyon baj sajnos. Idén a megszokottnál is több magyar filmet láthat a közönség Palicson és Szabadkán a fesztiválon. Siflis Zoltán, a magyar alkotások válogatója szerint ez nem véletlen. A magyar filmgyártás ugyanis újabb lendületet kapott. 7-8 film készült el itt a nyár közepéig, az év végéig, várhatóan 15 új játékfilm fog elkészülni, ami viszont egy igen tiszteletre méltó produkció egy nemzeti filmgyártásban. Nagyon sok európai ország azzal küszködik, hogy hogyan tudná megőrizni, fenntartani a saját nemzeti filmgyártását. Megdönteni Hajnal tímet. Ez itt Hajnal tíme. Ez pedig a bögöcs. Hétfőn este a Megdönteni Hajnal tímeát című romantikus vígjátékot láthatja a közönség a Szabad Egyetemen, kedden pedig Pálffy György Szabadesés című művét vetítik.